Szokták mondani, hogy amíg nem tapasztalod, addig nem az igazi. Ezért is raktam bele ezt a kis rövid intrócskát. Sziasztok, Necroclean vagyok, és jöjjön egy kis Titanfall. Ugyanis kijött az új DLC a Titanfallnak, mostanra már a második, és hát akkor belevetettem magam a csatába. Nagyon szépek a pályák, hihetetlenül jól néznek ki. Titanfall még mindig az az a játék, tehát ez a játék az, amire az embereket rámerem beszélni, szóval még azt mondom, hogy még Battlefield 4 sem, még Call of Duty Ghost sem, vagy akármelyik kocse, de Titanfall még mindig az számomra, amire azt mondom, na igen, ez az srácok, amiért azért megéri kiadni a pénzt. Viszont azért, ahogy veszem észre, azért megosztja az embereket ez a játék, és hát pletykák szerint állítólag, hát nem tudom, majd mi megbeszéljük, mert igazából nem tudom, szóval kíváncsi vagyok a ti véleményetek, vagy nem tudom, ti mit hallottatok erről az egészről. Hogy ugye anno Titanfallt ide-oda kellett patchelgetni, hogy könnyebben találjon játékot, viszont ugye ez mindig az Xboxra és PC-re is, tehát úgy kellett megcsinálják a kapcsolatokat, hogy könnyen összedobja az embereket, mert ugye állítólag nem lehetett találni játékot. Na most ezzel kapcsolatban mi volt a valóságban, tehát én játszottam a Titanfall-nal, de soha a büdös életben nem volt olyan gondom, hogy nem talál egy játékot. Szóval mindig volt játék, és ezért is akarom kikérdezni a ti véleményeteket, hogy szerinted most mi az Isten van ezzel a Titanfall-val, vagy tudjátok mit? Nem is, hanem tetszik nektek ez a játék már, mint hogy mit gondoltok, mennyire van jövője ennek a Titanfall dolognak. Nem beszélve arról, hogy most ugye a Titanfall elkezdett dolgozni az Airshell-lel együtt, és most már lesznek Titanfall kupák. Én azt mondom, hogy ez személyes vélemény persze, én azt mondom, hogy Titanfall azért túl fogja élni ezt a AA kategória csatát a Battlefield és Call of Duty között, és meg is ragadnám az alkalmat, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy újra eljön a, legalábbis én úgy gondolom, hogy vannak régi címek, és vannak új címek, mint a Titanfall, amelyek igencsak követelnek maguknak helyet azon a bizonyos trónon, mert hogy most ezzel, hogy beköszöntött az új grafikák korszaka, én úgy gondolom, hogy a régi játékok, egyben a régi királyok, hogy úgy mondjam, mindjárt rátérek, hogy mire gondolok, azok újra fel tudnak emelkedni, és hát remélhetőleg egy kicsit is a Battlefield és a Code-nak a összességéből kevesebbet kapunk így az évek alatt, vagy hogyha kapunk is, nem olyan nagy mértékben, mint amennyit kellene. Hogy miért is gondolok itt? Egyrészt én azt gondolom, tehát, hogy a Titanfall meg fog tudni maradni egy A kategóriás címnek. Még új a játék, hogy az első részhez képest szerintem még mindig hihetetlenül népszerű, nekem soha egy gondom nem volt az, hogy találjak egy játékot, mindig bedobott a játék. Szerintem fantasztikus játék, fantasztikus tempóval, nagyon ötletessel ez a titán csatákkal is, és egyre tovább fokozzák és extrázzák a pályákat, a hangulatot, és amit a pilótával ki tudsz hozni magadból, az egyelőre, ahogy én vettem észre, az csak az a fantáziának az akadálya. Ha nem elég dús a fantáziát, csak akkor lesznek akadály egy pilótával játszani, de ha beindul a pörgés, és elengeded az agyat, hihetetlen dolgokat tudsz csinálni Titanfall közben, és ezért nagyszerű ez a játék. És úgy gondolom, hogy a Titanfall igen, túl fogja élni ezeket a mai sűrű játékkiadásokat és a idióta média hype-olt, meg mindenféle ilyesmit. Nem tudom ti, hogy látjátok. Annak ellenére is, hogy állítólag nem játszik vele senki, mert egyszerűen szerintem sok embernek túl extrém, tehát túlságosan pörgős, hogy tudattal föl tudják fogni, hogy mi folyik sokszor a pályán, ezért szerintem sokan ezért hagyják el, és mennek kicsit vissza lassúbb játékokhoz, ahol nagyobb sikerük volt, de aki egy kicsit többet játszott, mondjuk 10 óránál többet játszott a Titanfall, az rájön, hogy mennyire le tud lassulni ez a játék is, és átláthatóvá válik az egész. Nos, de hogy mire gondoltam az alatt, hogy a régi királyok is felemelkednek, mert itt van az új grafikai, ugye, grafikai szín, stb. De például ugye az Unreal Tournament,
újrakiadásra fog kerülni kb. Egy évben, tehát már elkezdték készíteni. Star Wars Battlefront, kérem szépen, ugye végül is ugye az Electronic Arts készítő is, hát a DICE Frostbite Engine alatt fog futni, fantasztikusan fog kinézni, mert lehet róla trailereket látni, ahogyan készül a játék, szintúgy az Unreal Tournamentről is, és elképesztően jól fognak kinézni, szerintem ezek mind-mind olyan címek lesznek, amelyek követelni fogják azt, hogy helyük legyen az A kategóriás játékok között, és például a Star Wars Battlefrontot, Unreal Tournamentet elképesztő módon már elmondom, tehát mind a kettő a jövő év végé felé fog megjelenni, ha minden jól megy, és mennyi időbe fog telni, amire ki fog jönni egy új Quake például, vagy egy akármilyen régebbi nagy cím, ami akkoriban dominált, de hát egy Unreal Tournamentet nagyon szívesen megnéznék újra és újra, és már ugye a Call of Duty Ghost is ott tart, hogy most már rakjuk már jetpackeket, mert hogy ez a divat manapság, és gondoljátok végig, hogy mit alkotott meg a Titanfall, lehet, hogy van némi hasonlóság a két stúdió között, ugye, mert végül is azok készítik a kódot, akik a Titanfall-t készítették, mert is egy részük, úgyhogy lehet, hogy valahol a Titanfall ötlete már megszületett akkoriban, amikor a Call of Duty Advanced Warfare ötlete fogalmazódott meg ezekkel a jetpackekkel, de akkor is elindul egy új trend, és ezt az új trendet talán a Crysis hozta be annó, úgyhogy igen, szerintem lesz helye itt az új játékoknak az alkategóriák között, és hát remélve merem, hogy vigyázz magadra Call of Duty, és vigyázz magadra Battlefield, mert olyan címek jönnek, hogy csak na. Nos, kíváncsiunk a véleményetekre, osszátok meg, ti mit láttok, mit vártok, és mit gondoltok a Titanfallról, hogy túl fogja élni ezt a mai rást, ami a világban folyik. Sziasztok!